a Babits Mihály Kulturális Központ színház termében ünnepelt a 125 éves Garai János Gimnázium. Az intézmény diákjai áprilisban kiemelkedő sikereket értek el a keszthelyi Helikon ünnepen. Így a tanulók a Kulturális Központ színpadán diáktársaknak, hozzátartozóiknak és az érdeklődőknek mutatták be a műsorukat. Ezt egy ilyen jubileumi évzárónak gondoltuk művészeti szempontból legalábbis, mert az évzáró az majd később lesz. Most volt 4 év, tehát 2020-ban nem rendezték meg a Helikont a Covid miatt, úgyhogy 18-ban voltunk utoljára, és most volt 22-ben, és nálunk szokás volt az, hogy vagy a Helikon előtt, vagy közvetlenül utána bemutatjuk azt a műsort, amit oda elvittünk, és amivel hát ilyen-olyan eredményeket sikerült elérni, többnyire szép eredményeket, és most volt egy olyan időpont, amikor ezt így meg tudtuk szervezni, úgyhogy ez most egy a 125 éves gimnáziumnak ez lesz most a művészeti záró koncertje, műsora, gálája. Kezdtük egy októberi programmal, amikor öregdiákok, volt tanárok beszéltek az ő emlékeikről, illetve műsorok is voltak. Kóka Rozi például mesélt, és utána folyamatosan az egész év során kiállítás, megnyitó koncertek, egy óra belőlünk, és nem olyan régen volt a záró koncertje ennek az egy óra belőlünknek, ahol régi garais diákok, akik zenei pályára mentek, szerepeltek, és most pedig a jelenlegi garaisok mutatják meg, hogy ők mit tudnak. A Helikonra 16 kategóriában indultunk, és ezeket fogjuk megmutatni. Lesz komoly zene, többféle, lesz könnyű zene, a tücskösök, tehát akik a tücskökben énekelnek, ők fognak szerepelni. Aztán a modern mozgásművészeti, tehát a gyakorlóiskolának a balettosai is fellépnek, a bartinás táncosaink fellépnek, versmondó, színjátszó csoport, citera zenekar, német nemzetiségű kórus. A Helikon keszthelyen rendezik meg, 2 évente, páros években, és ez a dunántúli középiskoláknak a művészeti seregszemléje, versenye, ahol az idén az iskolák versenyében a 6. helyet tudtuk elérni a nagy gimnáziumok meg a művészeti iskolák mellett, úgyhogy nagyon örültünk ennek a sikernek. Én úgy gondolom, hogy meg a kollégáim is, hogy nagyon fontos, hogy sokoldalú felnőtteket neveljünk, és ehhez nagyon is hozzátartozik a művészeti élet is, és szerencsére itt a városban sok lehetősége van a diákoknak, hogy a különböző művészeti ágakban kipróbálják magukat. Az iskolában 2 ilyen csoport működik, az énekkar, illetve hát az énekkarnak a kamarakórusa, a német nemzetiségi, illetve a színjátszó kör, és színjátszó és versmondó kör. Mi ezt tudjuk az iskolán belül biztosítani, de ott nagyon jó kapcsolatunk van a zeneiskolával és hát az egyéb művészeti intézményekkel. Van, akiből énekes lett, van, akiből klarinét, tehát most éppen klarinét tanszakra jár, gitárművész, zongorista, tehát sok mindenki. És hát azért a színipályán is többen tanultak, végeztek, mondjuk a régi időkből, hogyha a Levente Péter nevét említjük meg, akit az ország Móka Miki néven ismert, akkor ő is garaista volt, de végzett azóta már színészként Fábián Péter, aki most már színészrendező, dramaturg, és nagyon sok mindennel foglal, és társulatalapító, vagy most fog végezni Sándor Dániel rendezőként a színművészetén, de utolsó előtti éves egy volt bartinás és gara is fiatalember is, aki színész lesz, úgyhogy sokan sikereket érnek el ezen a pályán, és hivatásul választják. Helman Józsefné igazgató beszédében elmondta, hogy a gimnázium életében jelentős szerepet játszik a művészet. A 125 éves gimnázium közös értékeként leltük fel, ami megmaradt
az alapítástól kezdve mind a mai napig a művészetnek a szeretete. Méltón a költő Garai János szelleméhez. A művészet szeretete mindig is jelen volt az intézményben, kezdve attól, hogy 1903-ban az intézmény első igazgatója Vigandi János megalapította az iskola irodalmi színpadát. Ezt követően kiegészült az énekkarral, és aztán 1958. májusától az első helikoni ünnepségekkel. A helikon mindig is nagyon nagy szerepet játszott a garaisták történetében, vagy életében. Pár nappal ezelőtt egy 60 éves érettségi találkozón köszöntöttem az öreg diákokat, és természetesen nagy élménnyel meséltek a helikoni szereplésükről. A helikon mind a mai napig valamennyi itt végzett diáknak, aki valamilyen formában részese volt, meghatározó. Meghatározó ez a ma diáksága számára is.